Semmibe vette a legfelső bírói tanács ügyészi részlegének véleményezését Klaus Johannis államfő, és kinevezte mindhárom jelöltet az országos szintű vezető ügyészi tisztségekre. Az országos korrupcióellenes ügyészség élére Nikú Logák kapott megbízást. A szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészséget Georgiana Elena Hosszú vezeti majd. Gabriela Scutea a továbbiakban a legfőbb ügyészi tisztséget tölti be. Klaus Johannis ezzel gyakorlatilag elfogadta Katalin Predójú igazságügyi miniszter ajánlását. Mindhármuk mandátuma három-három évre szól. A csöszémé ügyészi részlege múlt pénteken csak Niku Bologá jelölését véleményezte pozitívan. Gabriela Scutea és Georgiana Elena hosszú pályázatát nem támogatta. Korábban Klaus Johannis az igazságszolgáltatás függetlenségének fontosságát hangsúlyozva, pontosan a cseszemi véleményezését használta érvként, amiért nem nevezte ki a Szociáldemokrata kormány által javasolt ügyészeket. Nem ez az első alkalom azonban, hogy az elnök az alkotmányban megkövetelt politikai függetlenség látszatára sem ügyel már.